Mitől függ az, hogy valaki optimista vagy negatív beállítódású személy? Nagy mértékben attól, hogy a szocializáció során szüleitől, szeretteitől milyen mintákat sajátít el. Ez egy a világhoz való viszonyt meghatározó dolog, hogy hogyan, milyen szemüveget teszek fel, hogyan szemlélem a világot. Szokták ugye a pozitív pszichológiának ezt a klasszikus példáját említeni, hogy a pohár víz, hogy fél pohár víz, hogy tele van, vagy félig van, vagy tele, tehát, hogy az arányokat, hogy ahogy nézem, lehet, hogy már félig van, és lehet, hogy félig üres. Tehát ugye a szemléletmód az olyan, hogy attól függ, hogy mi az ítéletem, hogy hogyan nézem a dolgokat. És az, hogy nézem a dolgokat, hogy gondolkodom róla, ez az életúton, a gyermekkorban úgy van elsajátítva, vagy általában, amelyik szülőhöz jobban húzunk érzelmileg. Valahogy attól tanuljuk el. Úgyhogy ez nem velünk született. Lehet ezen még változtatni? Nagyon is lehet. Egy Seligman nevű világhírű kutató például az tanult optimizmus fogalmát bevezetve igazolta azt, ki is dolgozott olyan programot, világszerte alkalmazzák is, hogy hogyan lehet egy negatív optikát átfordítani pozitívba. Ugye történik velem valami, ami nem jó. Próbáljam az úgynevezett átkeretezés, reframing, úgy mondja az angol, tehát átkeretezés. Adjak neki egy más szemléleti keretet, amiben az adott kép megjelenik, és mindjárt más a jelentés. Tehát például nagyon sietek valahová, és időre kellene mennem, de megbicsaklom, és a lábam megsérül, és nem tudok odaérni. Na most akkor, hát vége a világnak, ugye, egy olyan szemléletű, aki egy pesszimista, és aki a dolognak a rossz oldalát nézi, persze első pillanatban mi is, de első pillanatban, amikor fölfogjuk, hogy itt valami nekünk nagyon nem jó történt, de azután azt mondjuk, hoppá, ugyan vajon mitől védett meg engem az, hogy én nem értem oda időre? Tudja, hogy hány olyan példázat van, példák az irodalomban is, hogy valaki nem tud egy adott időpontra. A Titanic, biztosan látta mindenki ezt a filmet, ugye? A Titanicról szóló film például, ugye, megnyerte ez a fickó, elnyerte valaki tőle a jegyet. Az ember, akitől elnyerte, az akkor súlyos vesztesnek élhette meg magát, és utána kiderült, hogy az életét nyerte meg. De számos ilyen példát most nem tudok rögtönözni, többet ez jutott eszembe, de számos ilyen példát talál ki a saját életében. És az annyira csodálatos, hogy mindig ki is derül, hogy valami történik velünk, ami negatív, vagy valami bekerül egy negatív optikába. Később, az idők folyamán, a sorsmenet távlatában kiderül, hogy az mégis valahogy valamire jó volt. Na most ezt a bölcsességet, mert ez már a bölcsesség. Az ember felül emelkedik azon a helyzeten, ami a konkrét tény. Mert konkrét tény, ha valami olyan, amit mi negatívnak értékelünk. Igenis, konkrét tény helyesen ítél abba a pillanatba az elme, csak hogy mi történik, és ebben áll az ember fölül emelkedő képessége. Hát kicsit olyan is ez, mint Münchhausen kihúzza magát, saját magát hajánál fogva a mocsárból. Hát nem vagyunk buták, hát tudjuk, hogy a dolgok hogy vannak objektíve, értjük, de azt mondjuk, nem hagyom, hogy lehúzzon. Hogy most én valamiben megakadályoztak, nem jutottam be az egyetemre, hány ilyen szomorú levelet kapok. És ugye én írom a biztatást, nem baj, hogy nem vettek fel, gondolj csak el, mi mindenre jó, most jön a átkeretezés, a pozitívra fordítás, az optimizmusnak az bölcs előrelátása, mert itt már a felül emelkedés bölcsessége érvényesül. Hogy nézd meg, hogy te, ha nem vettek fel egyetemre, és itt búslakodsz, milyen jó, hogy elmehetsz olyan helyre már előre egy kicsit gyakorlatot szerezni szabad óráidban, amilyen helyre te készülsz esetleg szakmailag. Már mi mindent tudsz olvasni. Fölkészültél, mi mindent tudsz tudásban megerősíteni egy következő felvételi vizsgára, és nem mondom helyette a dolgokat, együtt gondolkodom a buslakodóval, és azt mondom, ne add a fejed a buslakodásra. Most azt is megmondom, hogy miért kérem azt, hogy valaki ne buslakodjon. Tudja, hogy miért nem érdemes buslakodni? Káros az egészségre? Hát, tökéletes. Egészségpszichológiából jeles. Igen, de miért káros az egészségre? Azért, mert abban a pillanatban, ahogyan mi elkezdünk szomorkodni, valójában ami a tudatban fönn
érzésvilágban a szomorúság állapota az a testben is kémiailag a szomorúság állapota, vagyis olyan fajta a szomorúságnak megfelelő hormonok, ligandok, kémiai anyagok kezdenek áramlani a testben, amit nem szeretnek a sejtek, amely kártékony és ami esetleg megbetegítő hatású. Hosszan tartó szomorúságban az immunrendszer is beleszomorodik az állapotba, nekünk pedig az létkérdés, hogy a mi védelmi hadseregünk, az immunrendszer jó állapotban legyen. És tudja, hogy mennyire igaz az, hogy amikor mi derűsek vagyunk, optimisták például, előre tekintünk, hogy hú, de jó, mi várható, és itt nem hurrá optimizmus, nem, mert újra mondom, reálisnak is kell lennünk, de e fölött kell, hogy legyen egy tulajdonképpen a jövőre irányuló hitünk, reménységünk, és az igazi optimizmus ebben áll, nem egy ilyen hurrá optimizmus, hanem egy olyan derű előrelátás, egy olyan hit, egy olyan reménység, hogy tudom, hogy valami sikerülni fog. Na most például most jó lelkiállapotban vagyok. Mi van benne a testemben? A jó lelkiállapotnak megfelelő hormonok, például a szerotonin bőségben. Nem kell csokoládét ennem, nem tudom mennyit, hogy szerotonin bevigyek, és azzal a kedély állapotomat javítsam, hogy a pillanatnyi szomorúságomat enyhítsem. Mert a szervezetem bölcs és saját maga tud endorfint termelni, például meg szerotonin. Endorfin, gondolj el, endomorfin. Belső morfium 50-szer erősebb, mint a mesterséges morfium. És még a hasi zsírszövetemben is vannak olyan sejtek, amik ezt termelik. Tehát óriási, hogy a szervezet saját védelmi ellátmánya tulajdonképpen gondoskodik arról, hogy legyen fájdalomcsillapító, kedélyjavító hormonkészletem akkor, ha én ezt elindítom gondolatilag. Mert itt dőlnek el a dolgok. Hogyan lehet a jó kedélyünket táplálni, hogy egészségesek is maradjunk? Hát mindenek előtt úgy, hogy amit szeretnénk, hogy a mi életünkbe bekövetkezzék, azt adjuk másnak először. Én szeretnék jó kedély állapotot, vidítsak fel valaki más. Próbáljak úgy nézni a világra, a környezetemre, a szeretteimre, adjak valami olyat, amitől az arcra települ a mosoly, az ölelőkarok kinyílnak, engem megölelnek és szeretnek, mindjárt jobb a kedély és hormon állapotom, mert ezt mindig így együtt kell elgondolni, hogy tulajdonképpen még egy egyszerű kis ölelésben is, vagy amikor valakitől elköszönök és adok egy puszit, az immunrendszer hihetetlenül jól reagál rá, és a hormonrendszer nagyon jól reagál rá. Ezért mindenkit arra kérnék innen is tisztelettel, hogy öleld meg azt, akit szeretsz, fejezd ki a szeretetedet. A szeretet amúgy is sokszor mondjuk, de elcsépelté tesszük, hogy a szeretet mindenható. De a helyzet az, hogy tényleg az, hogy tényleg mindenható a szeretet, annak minden megnyilvánulási formája, az egyik azért is, mert visszahull arra nagy mennyiségben, aki adja. És ezért már csak azért is érdemes, mert ha én akarok kapni valamit, akkor visszahull rám, amit én adok másnak, de valakinek kezdeményezni kell a világon ezt. És hogyha én ezt tudatosan teszem, akkor ez nagyon bejön. És ilyenkor jön a negatív környezetszennyezés. Mondjuk azt, hogy ennek az ellentétje a szellemi környezetszennyezés. Igen, nagyon egyetértek. Az a helyzet, hogy szoktuk is mondani, jelvében él a nemzet, egy népesség szellemi színvonalát az határozza meg, hogy a nyelvet magát hogyan birtokolja, hogyan használja, és a szellemi környezetszennyezésnek az egyik legmindennaposabb csatornája a nyelv, a beszéd, a beszélgetés, és annak színvonala, nívója és módja, inkább mondjuk úgy mai műszóval, hogy a kommunikáció nívója. Ha a kommunikáció nívója nem emberhez méltó, hogyha az indulat vezérelt, hogyha az a másik ellen irányuló, és főleg, hogyha ennek a szavai is olyan köntösbe vannak öltöztetve, ami alpári, ami szégyenletes, ami nem méltó az emberi nívóra. Ugye nagyon sok sajnos az a káromkodás és azok a negatív, úgy szólván már a nyelvbe betapadó szlogenek is, amik úgy használják a káromkodást, mint a mellékszavakat. Az ilyenfajta megalázó és a nyelvet pusztító és a kommunikáció színvonalát pusztító beszédmód és kommunikáció fokról fokra egyre lejjebb viszi magát a mi emberi nívónkat.
mert a gondolkodás módja is ilyen alacsony szintű, ilyen alpári, ilyen ösztönvezérelt lesz, ilyen támadásvezérelt. Most nagyon szeretném elmondani, hogy senki nem önszántából és csak úgy hecből megy ilyen kommunikációs színvonal hanyatlásba, hanem belecsúszik, de hogyan? Hát azért, mert túl stresszelt. A di-stresszről beszélek, a negatív stresszről, mert vannak pozitív stresszek, EU stresszek, öröm, minden pozitív érzés, azok persze, hát boldogan mondhatom, hogyha tudunk háromszor annyi pozitív stressz, mint amennyi a negatív, akkor soha nem betegednénk, meg mondja Barbara Fredrickson, ennek a szakértője, ugye az érzelemkutatás szakértője. Na de mi van akkor, ha di-stressz van? Mi van akkor? Mindenkiben egyformán a következő frusztráció, regresszió és agresszió. Mi ez a három? Meghiúsulás, frusztráció, valami nem megy, nem megy, nem tudom keresztül vinni, nem ért meg a másik, belementem vitába. Buta módra az igazságomért harcolok, holott itt rögtön elvérzek, ha én a saját igazságomért harcolok. Mert nem akkor nyerek, ha én a másik fejére állva bebizonyítom, hogy nekem van igazam, de már az indulat, hogy nekem legyen igazam, akkor rögtön visszvár a másik ellen. A másikban meghergelem azt, hogy ő is überoljon, fölém kerekedjen, ő is tromfoljon, ő is próbáljon nyerni, és akkor tulajdonképpen csatázássá válik az, ahol tulajdonképpen mi az igazság az ilyen emberi szintű kapcsolatokban? Szubjektív érvényesség, mert az optikánk más. Mondjuk én egy optimista vagyok, te meg egy pessimista vagy, te fújod a nótát a pessimista szemszögből, én meg az optimistából, mi jön ki ebből? Egyikünknek sincs igaza, mert mindkettőnknek igaza van, mert így működik az agyunk meg az idegrendszerünk, így programozódtunk, hogy mi így látjuk a világot. De én esetleg megkérhetlek téged, hogy vedd le a sötét szemüveget, te meg megkérhetsz engem arra, megkérhetsz, hogy próbáld meg megérteni, hogy én hogy látom a világot. Tényleg én irántam érdeklődsz, vagy a saját igazadat akarod bizonyítani. Most csak a vita kultúrából szeretnék felvillantani valamit, hogy az első tétele, hogy mi ne legyünk agresszívak, hogy ne támadjunk a másikra, hogy adjuk föl azt a rögeszmét, hogy a saját igazunkért harcolunk. Szubjektív érvényesség a te igazságod, mert az abszolút igazság az ott van fönn. Nem csak az én hitem szerint, hanem az evolúció törvénye is azt mondja, kőkemény vasszigorral keresztül megy az evolúció törvénye. Akarsz te ezt mondani, azt mondani, na állíts le a pandémiát, na csinálj csak valamit. Hát most ezt akarom bizonyítani, hogy az abszolút igazság a törvény meg be van írva a COVID vírusnak a természetébe is azon. Hát ugye csak nagyon nehezen tudsz változtatni, de térjünk vissza oda, hogy frusztráció, agresszió, regresszió. Ha én nem tudom bizonyítani, amit szeretnék, és nem tudok fölülkerekedni, erre megy a kapcsolat, hogy én bebizonyítom, hogy nekem igazam van, akkor betühödök, agresszív leszek. És ha agresszív támadó leszek, akkor regresszióba megyek, az azt jelenti, hogy lemegyek a színvonalam alá. Hát a legtanultabb ember is néha úgyis mondjuk elveszíti a fejét, pszichológiailag szépen fogalmazunk azt, hogy elveszítette a kontrollt, az önkontrollt elveszítette. De mind ki vagyunk téve ennek, sajnos, mert emberek vagyunk. Mert vannak fontos dolgok, és amiről azt gondoljuk, hogy fontos, úgy szeretnénk, hogy fogadj el a másik, hogy értsen meg minket. De a megértetés nem úgy megy, ennek nem az a titkos csatornája, hogy én a fejére húzom a kényszer zubbonyt, hogy te pedig muszáj, hogy elfogad különben ilyen-olyan vagy, hanem a megnyerés, megértetés, megint a szeretet csatornára hivatkozom. Ha én egy vita helyzetben, amikor már érzem, mert érzem, hogy a frusztráció emeli bennem az indulatfokát, beindulok. Milyen szép a magyar nyelv, indul. Mire, hova indulsz? Mire indulsz? Az indulatok, azok, az affektusok akarnak utat törni, hogy már menjek, aztán minden módon, ugye az ősi ösztöntörvény, hogy szerezz érvényt magadnak. De akkor azt mondom, hogy ettől vagyok ember. Azt mondom, igen, én megpróbálom abban, amit te mondasz, elfogadni azt, amit én el tudok fogadni. Te azt mondod, hogy ez így van, én azt mondom, amúgy van.
akkor én megpróbálom, hogy valamit a tiédből elfogadjak, hogy te is mondjad már meg, hogy abból, ahogy én látom, teljesen elveted, vagy találsz valami kicsi igazat. Keressünk már, közelítsünk egymáshoz. Ha közelíteni akarunk egymáshoz, hogy azt mondjuk, szeretnék veled megegyezni, figyelj, én szeretlek téged, én nekem jó barátom, vagy én nem akarok összeveszni veled, nekem te vagy az élettársam, te vagy a mindenem, vagy te vagy a párom, te vagy a gyerekem, próbáljuk meg, kérlek, próbáljuk meg, és akivel ki tudunk alakítani ilyen viszonyt, megegyezést, hogy figyelj csak, hát mi együtt fogunk még élni évekig, hát csak nem fogjuk egymás haját kitépni. Hát akkor talán próbáljuk meg valahogy úgy dűlőre vinni a dolgot, hogy vagy azt mondjuk, hogy most akkor túlságosan be vagyunk hevülve. Álljunk meg, és hagyjuk, hogy lehűljünk kicsit, és akkor majd visszatérünk a dologra úgy, hogy előre jelzem, hogy én jóba akarok veled lenni, én szeretnélek továbbra is szeretni téged, én nem akarok veled szívódni. Kérlek, ne azon az áron érjük ezt el, hogy én behódolok. És megmagyarázzuk a másiknak, figyelj, tudod, milyen a behódolás? És most mindenkinek tisztelettel súgom, ha te behódolsz, és úgy éri el a másik a saját győzelmét, akkor a kis ördög benned megszólal. Ez az ember le akar engem itt tiporni. Van nekem igazságom, valaki vagyok én ezen a világon, na megállj csak. És akkor kérni, bocsánat, most tréfába vittem a dolgot, de így megy a lelki élet ilyen, és meg kell ismernünk a lelki élet mozgástörvényeit, szabályait, a kommunikációs szabályokat, és ez úgy szól, vigyázz, mert ha te behódolsz erőszakból kifolyólag, hogy nem akarsz vitát, és igen mondasz, és akkor megteszed, amit a másik akar. El fogod érni kerülő úton, hogy majd úgy szerzel érvényt, hogy tédre kényszeríted a másikat, akár akarja, akár nem. Ezek a fondorlatok azok, amikre mi nők, különösen saját kommunikáció-pszichológiai vizsgálataimra hivatkozom, mi vagyunk a nagyon ügyes cselszövők. Jobb agyfélteke aktív, érzelmi, agyi vezérelt emberek vagyunk, és így érzelmi fondorlatokra nagyon-nagyon képesek vagyunk. Szóval becserkészjük azt a helyzetet, ahol a másik muszáj, hogy úgy csinálja, ahogy mi akarjuk. Szóval például ő este elmegy heti egyszer, mert mi ilyen nagyvonalúak vagyunk, és hogy ő megy a fiú partira, valahova nem tudom, kártyázni, sörözni, barátkozni, nem tudom. El akar menni, tudjuk, hogy neki nagyon fontos ez. Igen, de valami történik. Úgy szervezzük az életet, hogy pont mikor este 7-kor ő már el akar indulni, történjen valami esemény, valaki őt hívja, a férjét hívja, figyeljetek, nagy baj van, most azonnal gyertek és segítsetek, szóval beviszi a csőbe. Ne tudjon elmenni kártyázni, nesze neked, itt a viszonzás. De olyan érdekes az élet, hogy alattomosan a szervezetünk is segít ilyenkor. A szervezet, ami velünk egy húron pendül, például mit ad Isten, akkor támad egy migrénünk, egy valami fejfájás, vagy valami bajunk, vagy egy eperoham, nem tudom micsoda, amikor a férjünk éppen el akar menni, amit mi tudjuk, hogy neki aj, de fontos, na megállj csak. És akkor tudattalanul, mert ez érzel. A tudattalan azt jelenti, hogy érzelmi agy. Most már tudjuk, amit tudattalannak nevezett a pszichológia hosszú időn keresztül, azok az érzelmi automatizmusok, itt van a tudatos szint, az okos agyam által vezérelt tudatos szint, itt meg az érzelmi agyam által vezérelt, amelyiknek millió tapasztalata van. És a millió tapasztalatból úgy merít, hogy beszélni nem tud, de képekben, meg szóval érzelmekben nagyon erős kifejező képessége van. Úgyhogy ez az agyam az, ami súg, és ami adja az ötletet, hogy mi mit csináljunk, és akkor azt csináljuk. A tudatos agy azt mondja, na, jó van, beleegyezik a mi okos agyunk, és akkor mi ezt tesszük, és tulajdonképpen ilyenkor van egy kis jóvátétel, hogy na, akkor most ki is lett az erősebb? Amikor akarom, akkor az történik, amit érnek. Na hát ez csak egy mozzanat. De hát ha kinyitjuk a kommunikáció-pszichológia ajtaját, bámulatos dolgokkal találkozunk. Például számtalanszor találkozom olyannal, hogy egy nő úgy hát hozza borzasztó rossz stressz állapotba a férjét, hogy a férje kérdez valamit, nem válaszol.
Fordítva is előfordul, fordítva is nem válaszol. Na most ezt úgy hívja a pszichológia műszóval, hogy self-diszkvalifikáció. A másik ember személyiségének a nem tudomásul vétele megsemmisítése, lefokozása lényegében, ugye? Mikor valakit a versenyen diszkvalifikálnak, ugye, hogy nem érdemesítik a versenyre, kiállítják. Na most tulajdonképpen a kommunikációból ki van állítva a másik. Mert hogyha én hozzám szólnak, és én akkor úgy teszek, mintha nem hallanám, akkor az olyan, mintha van itt valaki, hát itt nincs is senki, egy nagy némand, aki itt van. Tehát, hogy ezek nagyon érdekes dolgok, viszont a másikra automatikusan hat úgy, hogy elkezdi az agressziót benne fokozni, és egy következő mondatot nem szeretnék már megírni, hogy egy ilyen helyzet mit hoz ki. Hát ilyenek azok, amik a mindennapi életnek a di-stresszei, és onnan indultunk ki, hogy szellemi környezetszennyezés, ami a kommunikációnak a humán, humanizált, humanisztikus, emberhez méltó módját nem tudjuk magunkban tartani és fejleszteni, tanítani, továbbadni, megőrizni, ezt a szintet megőrizni. Mi évezredek alatt értük el, évmilliók alatt az emberi kultúrában, hogy lett nyelv. Aztán, hogy lett olyan, hogy már nem csak maga a nyelv, hanem ami alatta volt, ugye, hajdan, hát nem voltak szavak, de volt a gesztusok, a taglejtések, a mimika, a szem. Hát ugye óriási a kommunikáció, sokkal több, mint a szavak, de a szavaknak a ruhájába vannak öltöztetve a mögötte lévő, benne bújó érzelmek. És tulajdonképpen azért mondjuk, hogy meta kommunikáció, mert meta az fölötte, az azt jelenti, hogy fölötte. Vigyázz, mert a te meta kommunikációd, a taglejtéseid, a mimikád, a gesztusaid, a posztúrád, a test, a távolság, a közelség, ezek mind meghatározzák a jelentést. Egyetlen egy dolgot például hagy mondjak el, és nem akarok belebonyolódni itt ilyen neuropszichológiai mélységekbe, de tudod-e, hogy mikor például a hangszín, ugye ez egy fontos dolog, nem a kimondott szó, hanem a hangszín, hogy a hangszín egymaga az összes többi érzékleti csatornát a talamuszba, az érzelmi agyba, hopp, nyakon kapja, és átszínezi a jelentést. Tehát én azt mondom, hogy annyira szimpatikus nekem, és elhiszi, hogy ez így van. De én azt mondom, bocsánat, most direkt megjátszom magam. Igen, elég szimpatikus nekem. Na most azt, hogy biztos, hogy megérzi benne azt, hogy itt a kételj. Oh, mégse talán úgy. Na most ugye a hangszín. Csak ennyi volt a hangszín. A kijelentés ugye ugyanaz. És a hangszín eldöntötte, hogy a szívem azt súgja. Ez a nő, ez engem nem fogad úgy el. Na szóval ilyeneken múlik, és akkor szellemi környezetszennyezés, akkor azt kell mondanom, mindig is voltak nézetkülönbségek. De én tisztelem a másikat, és azt mondom, te így látod a világot, én meg így látom a világot. Hát világok között kommunikálunk. Mindenki egy külön bolygója az univerzumnak. Hát az ember páratlanul egyedi. Úgy vagyunk teremtve, hogy még az egybetűi ikrek se tökéletesen egyformák, mert a fejlődésükben egy olyan érdekes jelenség van, hogy szerepmegosztás következtében hiába ugyanaz a génállomány, az egyik lesz a prókátor a világba, extravertált, mondja a másiknak a dolgait, a másik meg az écesgéber, az ötletadó, a visszahúzódó, az introvertált, ugyanaz a génállomány. Tehát nagyon különbözők vagyunk. Ha én tisztelem az emberben, mint a legmagasabb rendű teremtményben, hogy mi megkaptuk azt a plusz képességet, csak mi emberi lények, hogy mi fölül tudunk emelkedni az ösztönszinteken, és ezért nem a distressz reflexébe, hogy frusztráció, agresszió, regresszió, nem ezt a törvényt hagyjuk érvényesülni, hanem okosan azt mondjuk, haha, már kezdek beindulni, na vigyázat, és elkezdem a magasabb kontrollt használni. A parlamentbe se úgy mennének a viták. A vitakultúra hétpecsétes módon közmegegyezés lenne, nem használunk alpári szavakat, nem minősítjük egymást abban a pillanatban, hogy azt mondom a másikra, hogy hülye, leminősítettem, nem tisztelem, többé nem vitapartnerem, de én se vagyok méltó az ő vitapartnerségére. És ha ezt, ami egy kommunikáció pszichológiai törvény, elfogadnák odafönn és idelen, mindenhol a világban tudatosítanánk,
akkor megakadályoznánk azt, hogy a szellemi környezet szennyezés fertőjébe belepusztuljunk, mert egyre inkább megy lejjebb a színvonal, de azt felejtjük el, ha a kommunikációs színvonal pusztul, mi magunk pusztulunk, és mi magunk megyünk vissza egy ösztönszintű, primitív ember, majdnem ősemberi szintjére. Vagyis nem vagyok méltó, hogy magam embernek nevezzem. És abban a pillanatban, ahogy néhány törvényt elfogadok az életben, hogy embernek lenni annyi, mint a másikat tisztelni, mint nem elítélő, ítélkező módon viszonyulni, mint a kifejezni az iránta való tiszteletemet, megbecsülésemet. Bizonyára nem mondok semmi újat önnek, hogy világhírűvé vált Abraham Maslow, az amerikai humanisztikus pszichológia mestere és doájenje, aki azt mondta, a szükségletek, az emberi szükségletek a világon mindenütt ugyanazok. És hogyha veszem azt, hogy a fiziológiai szükségletek fölött mi van, hogy igenis a fölött biztonság, egymásnak adott biztonság, ne féljünk egymástól, támogassuk egymást, összetartás, a szeretet, hogy fejezzük ki az összekapcsolódás. A szeretet összeköt, a szeretet megnövel, a szeretet megsokszoroz. De hát most mondom ezeket a szavakat, de hát éppenséggel mondhatnám a szeretet himnuszt is innen a Bibliából, ami ugye egy nem mai napon kelt olyan üzenet, amin az emberiség úgy növekedett föl, hogy tulajdonképpen ezen a kultúrán nagyon jól el tudott lenni, hogyha odafigyelt a szeretet üzenet parancsaira, hogy hogy szeressünk, mint szeressünk. És ugye a Maslow piramis tovább, a tisztelet, ott van az emberek kapcsolatokban a tisztelet. És végül, hogy segítsük egymást, hogy te meg tud valósítani azt, akivé szeretnél válni, és tudja, sokszor úgy bosszant engem, őszintén megmondom, mert újra és újra azzal a lehetetlen magyarázattal találkozom ebbe a mi kultúránkba, konzumkultúránkba, egoisztikus kultúránkba, hogy valósíts meg magad, és nem azt mondja ez, hogy segíts a másiknak az ő önmegvalósításában, hogy ő is tudjon segíteni neked. Mert Maslow nem azt mondta, hogy te úgy valósíts meg magad, hogy tűzön, vízen át és a másik ellenére, meg senkit nem tekintve gázolj végig, és az ő vállára állva legyél nagyobb egy méterrel. Nem ezt üzente Maslow. Maslow azt üzente, hogy úgy valósíts meg magad, hogy összekapcsolódva másokkal, nem elfelejtve, hogy csak együtt jutsz valamire, egyedül nem megy. És hogyha ezt vennénk, ezt a magyarázatot, ugye akkor csak nem lenne az, hogy valaki följut a csúcsra nagy kinkeservel egyedül, és körülnéz a csúcson, és egyedül van, senki nincs vele. Együtt megmászni a hegyet, az nagy dicsőség. Egyedül fölmenni, fönn fázom, egyedül vagyok, éhes vagyok, senkim sincs. Most csak a képletet mondom. Tehát ugye nagyon fontos, hogy bizonyos dolgokat, ugye a szellemi környezetszennyezésből indultunk ki, bizonyos dolgokat vegyünk komolyan az életben. A pszichológia óriási erőfeszítéseket tesz, hogy elénk tárja, mi az, ami segíti az életet. Az fenn a csúcson, terjük. Térjünk vissza arra, hogy valaki fenn van a csúcson, és amikor körülnéz, akkor nem lát senkit. Egyedül lehet boldognak lenni? Hát azért se lehet, mert mi nem vagyunk egyedül létre ítélt vagy küldött emberek. Úgy vagyunk teremtve, hogy társas lények vagyunk. A méhen belül se vagyunk egyedül. Ma már ugye az intrauterin pszichológia varázslatos dolgokat mond az úgynevezett kompetens csecsemőről, mi mindenre képes az az édes kicsi lény, aki a szívünk alatt növekszik csodálatos dolgokra. Már hogy tud hallani apja, anyja hangját megkülönböztetni, ha eleget hallja? Hogy tud reagálni az érintésre? Pedig csak az anyuka a hasát simogatja, mégis a magzatvíz rezgéseink keresztül eljut hozzá, és ő benne olyan békés állapot van. Az anyuka pozitív gondolatokat küld, édes kicsi én meg fog születni, hogy várlak, és endorfin árad szét a szervezetében, és megy oda az örömhormon, és a gyerek nagy relaxál. Hát ugye videófelvételek vannak, ha már lehet ilyet csinálni, ez a fantasztikus, hogy be tudunk tekinteni a titkok birodalmába, és a gyerek relaxál az anya szeretetteli üzenetére. Ilyen módon vagyunk mi genetikusan, velünk születetten társas lények. Tehát ezért egyedül boldognak lenni.
Nem, fönn a csúcson fázom, ditergek. Nem is érdemes úgy a hegyre fölmenni, hogy egyedül vagyok. Túl sok veszedelemnek vagyok kitéve. A párhelyzet, és tudja, most szívesen elmondok néhány alapvető kapcsolati szabályt, működési szabályt. Egyedül tulajdonképpen nem is érdemes élni, az az igazság, nem. Mert hogy kivel osztom meg azt, amit érzek, aki vagyok, kiért teszek bármit, kitől kapok visszajelzést, hogy örülök, hogy vagy, és így tovább. Szóval zárjuk ki az egyedül létet. Magányosan meghalni se lehet. Nem. Szükségünk van valakire. Mikor születtünk is, ott volt valaki, valakik, és mikor megyünk, akkor is kell legalább egy kéz, ami megfog. Legalább. Ezért nagyon szörnyű az a fajta konzumvilág, az a gépezetes, elidegenedett világ, amiben hagyjuk, hogy csövekkel ellátott, fölruházott, gépek által működtetett test segítség nélkül és emberi kapcsolat nélkül menjen át a hideg-fehér falak temetői kriptájában a más világra. Borzalmas. Minden olyan, ami az elkísérésnek a rítusa, nemesíti a helyzetet és minket is, akik elkísérünk. Na most kettes helyzet, párkapcsolat. Leonardo da Vinci a következőt mondta. Védj két oszlopot. Egymagában mit tud megtartani, milyen erőt képvisel? Úgy szólván, semmit, de ha összeborul, boltívet képez, elhordja a mennyországot is. A boltív tudja, minél jobban terheljük a boltívet, annál erősebb. Annál, mert átadja a földnek a súlyt, és leadja tovább. Na most hát ezt lehet, hogy van, aki nem tudta eddig, de most akkor, hogy tudja, a boltív a világ legerősebb tartó szerkezete, és a templomépítésekben ugye erre jöttek rá először. Hogy lehet magasba, 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 gondoljon a gótikára, amikor már fölfedezték, hogy mikor csúcsba viszem, ott fönn a magasba elég, ha csak ott érintkezik. De boruljon össze, de találkozzon odafenn, mert akkor le tudja adni a földnek a súlyt. Na most, akkor ezt a Leonardo-féle metaforát vigyük át az emberi kapcsolatba. Ketten együtt nem én meg te vagyunk, hanem mi. És a mi akkora erőt képvisel. Nem félünk úgy, támaszai vagyunk egymásnak. Persze, Káin és Ábel, akár meg is ölhetjük egymást, idézőjelbe teszem, mert itt nagyon erősek az érzelmek, és nagyon erősek az indulatok is. És itt már elkezd működni a kapcsolati dinamika. Tudlak-e téged az ősi törvény szerint, mi az ősi törvény, az élettörvény? Az élettörvény minden filozófiák alapja, az összes filozófia irányzat alapja, az élet alapja, az élettörvény. Védd az életet, szolgáld, segítsd, óvd és add tovább. Add tovább az életet. Ha nő vagy, szülj gyermeket, szaporítsd, add tovább az életet. Ha férfi vagy, teremtő erővel rendelkezel, magvaidat szaporítsad. Szaporodjatok, sokasodjatok. Add tovább, az életet vidd tovább, kaptad, nem kérted, csak egy a kérés az életért, hogy te add tovább. Vigyázz, óvd. Tehát ugye minden agresszió ellen, minden emberelleneség, minden a gyilkosságok ellen, minden, ami akadályozd meg, hogy az életet valaki bántsa, mert az életet senkinek nincs joga bántani, mert nem ő adta. És hogy ezért, ugye ez egy nagyon fontos törvény. Na most a két személyes kapcsolatban ilyen alaptörvények már elkezdenek működni, nincs semmi probléma. Nézzük a három személyes kapcsolatot. Ott már van kettő, meg egy. Koalícióba lép a kettő, összeszövetkezünk. Tudod, mit itt van a harmadik? Akkor most mi együtt elhatározzuk, hogy ő ellene. Na majd őt. Jól. De az is lehet, mert ugye megy a játék, hogy a másik azt mondja, hoppá, ti össze akartok szövetkezni ellenem. Az egyiket majd szépen elcsábítom, magam oldalára állítom. És akkor te maradsz ott egyedül. Tehát csodálatos játékok, játszmák indulhatnak. A szülők mérhetetlenül kihasználják ezt például a válásokkor. Gyere, segíts nekem az apára haragudni.
de nem érti, hogy az a gyerek sose fog igazán haragudni. De viszont megkapja azt a rejtett üzenetet, amit nem tudom, hogy kellene kimosni a gyermekeink agyából, mert a elváló szülők gyerekei téveszmét raknak be a fejükbe, hogy ő miattuk. Ők az okozók, nem voltak elég jók, és az a rögeszméjük. És ezért például a válási kultúrában leülünk a válni készülő párra, és azt mondjuk, hogy mondd ki először is, egymást tiszteljük, és nem bántjuk, és nem ítélkezünk. Megegyezünk, mert azért ültünk le, hogy a mi szerettünk gyermekünk érdekében megegyezéseket tegyünk. Nem tudsz nekem kedvezni, én se tudok neked kedvezni, de te is szereted a gyerekünket, én is szeretem. Mondjuk ki, egymással jól bánunk. Egymásra se most, se a hát mögött, se külön a gyerekkel, semmi rosszat nem mondunk. Első tétel. Alá kell írni, mikor válási folyamatot mi gondozunk. Én például aláíratom. Ha nem így csináljuk, akkor menj haza, és veszekedjél tovább. És mondd a másiknak, küld el a más világra. Hát akkor én mit tudok tenni, hogyha nem tartasz be kommunikáció pszichológiai szabályokat? Tartsd be a szabályt. Kettő, együtt üljetek le, és együtt mondjátok ki a gyereknek, hogy téged, ezzel kezdjétek, téged nagyon szeretünk, mindig szeretni fogunk. Mi úgy találtad, látod te is, hogy úgy veszekszünk, nem esik neked se jó, mert félsz, mert azt hiszed, hogy itt jaj, de nagy baj van, de veled nincs semmi baj. Tudjad, veled nincs semmi baj, nem te vagy az oka. Ezt nagyon sokszor el kell mondani a gyereknek, hogy kimossuk a fejéből ezt a tévképzetet, hogy ő nem volt jó, nem engedelmeskedett, hogy ő csinálta az arénát otthon, biztos, hogy haragusznak rá, és ő miatta a szülei összekülönböztek. Tehát ezt meg kell akadályozni. Na most, mint látja, már is sokfele kiágazom, pedig csak a háromszemélyes kapcsolatról van szó, apa, anya, gyerek például. Most nem használom föl a gyereket szövetségesnek. Felnőttek vagyunk, ha nekem a párommal bajom van. Akkor azt mondom, figyelj csak, mi felnőttek vagyunk, az meg gyerek. Nem tartozik a mi gyerekünkre a mi intim életünk. Gyere csak üljünk le és beszéljük meg együtt. Ha nem tudjuk megbeszélni, régen rossz. De akkor se tudtuk megbeszélni, mikor mi összekerültünk, vagyis hiányzik valami az életünkből, hogy megegyezéseket kössünk, hogy mi hogy fogunk élni. Ott vannak most már olyan vezetések, olyan nagyszerű ilyen útmutatók, hogy mit kell egy párnak ahhoz tudni, hogy úgy menjen be a kapcsolatba, hogy nem fogják egymást megenni, hogyha nézeteltérés van. Mindenben megegyezni, listát csinálni arról, hogy ez a te szereped, ez az én dolgom, mi a közös. Mit fogunk csinálni, mikor látogatjuk a kedves édesanyádékat, mikor megyünk ide-oda, és így tovább. Tehát minden fajta olyan, ami ben nézeteltérések adódhatnak, listázva van. Van olyan könyv, és most ez itt nem a reklám helye, de hát menjen el valaki a Kulcsuk kiadóba, és ott vannak a polcon a könyvek sorban, amik arról szólnak, hogy hogy tudj a pároddal jól békén élni. Főleg, hogy alakítsd ki az együttélés mintáját, mert vigyázz, ahogy kialakítottad, később az elvárás lesz. Szóval nagyon alámész te a nő, a párod, hát a szeretet, ugye, és a mi gondoskodási szükségletünk, hogy etetlek, szeretlek. Ugye ez összetartozottalak a kettő, mi nők, etetjük, akit szeretünk. És akkor ugye jól bánok vele, oda viszem a kávét reggel, minden. Egy hét után azt mondja a szívszerelmem, hol a reggeli kávém? Ugye elvárás lesz az, amit szeretetből teszek, ezért vigyázzunk, hogy a kölcsönösségre, hogy én jó vagyok hozzád. Örülsz te tényleg annak a kávénak? Holnap te főzöd a kávét nekem? Szóval ilyesmit. Vigyázni kell már a kezdeti szokásokban is, hogy jól összetudjunk hangolódni, mert tudjuk kettőnknek az a dolgunk, hogy mi legyünk. Nem én, és én megmondom, hogy mi történjen itt, és nem te, aki alárendelődsz, és a nyuszi majd engedelmes, nem. Mi együtt, akik együtt döntünk, élünk, halunk, együtt egymásért vagyunk. És persze egymásért, mikor ma ott a gyerek, mi együtt,
a gyermekért, meg a mi közös életünkért. Mikor elérünk a négy személyes helyzethez, akkor már olyan helyzet vagy kétszer-kettő, már ma lepárosodhatunk a véleményünkbe úgy, hogy külön mi ketten összetartunk, mi nekünk tud meg más a véleményünk, mint nektek. És akkor úgy viselkedünk, itt már van egy úgynevezett hasadás, hogy szembe kerülhetünk egymással. De előállhat az a helyzet, hogy a négyen belül már lehet három és egy, vigyázat, mozgások indulnak, ezt nevezzük csoport dinamikának. A kapcsolati erőrendszerek mozgástörvényeit kell igénybe venni, és tudom, hogy négy személy esetén már el kell érnem azt, hogy kis csoportot alkotva, mégis egy valaki úgy lépjen ki a lepárosodási helyzet veszedelméből, ért engem, hogy a párt kébezek, mindjárt, hú, ott megvan a társam, aki mellettem áll, akkor már nagyon erős vagyok. Meg kell bontani a négyes szerkezetet, úgyhogy valaki azt mondja, a gyerekek, nem le volna jó, ha együtt megbeszélnénk, miről van szó? És már nem érvényes, mert csak ez érvényesülhet, hogy a kettes játszmák, hogy ki kivel fog tartani, megegyezések lehetnek. Hogy küszöböljük ki, hogy itt ilyenfajta, szövetkezések lehetségesek legyenek, hogy mindenki mondja el, hogy mit szeretne. Hogy mindenki tárja fel. Négyen vagyunk, na mi együtt mit akarunk, hogy akarunk. Gondoljuk el, van egy családi helyzet, van szülőpár, még jó, ha van Istenem, de jó, ha van apa, ha van anya. De van szülőpár, és vagyok a két gyerek, tessék leülni kupak tanács. És akkor azt mondjuk, na gyerekek, itt van ez a Covid helyzet, és nem ijeszgetjük a gyereket, azt mondjuk, tudod, milyen az az allergia, hogy valamit beszívsz az orrodon, aztán olyanokat tüszkölsz. De van ám rosszabb is, hogy beszívod, és esetleg beteg leszel. Szóval most egy olyan helyzet van, hogy nem szívunk be semmit. Hogy tudunk védekezni, hogy ne szívjunk be semmit. Én is, gyere most, én is fölteszem a maszkot, te is fölteszed, de ígérd meg, mert nagyon fontos nekem, hogy te egészséges maradj. Meg neked is, hogy azért én is talpon legyek, fölveszük. Megegyezések, most oda akarok kiukadni. Mindent megbeszélni, megegyezéseket csinálni. Ha a kicsi gyerek megkapja azt a fölemelő méltóságot, hogy neki is van szava, nem mondja azt a szülő, hallgass már, nem így szólsz bele a dolgainkba, nem, hagyd szóljon bele, de ne úgy, hogy itt-ott, hanem, hogy együtt, megbeszélve, leülve azt mondani, na, mi egy család vagyunk, összetartunk, vigyázunk egymásra, mi mit fogunk csinálni, így, meg úgy, meg amúgy, akármire vonatkozólag, a közös megegyezés. Hogy egy hétvégi program megtervezésében például annak a pöttömnek is legyen szava, aki 3 éves, de már ott üldögél, és te mit szeretnél, és hagyj mondja már el, hogy mit szeretne, mert úgy érzi. Ez egy olyan család, ahol mindenki elmondhatja azt, hogy mit szeretne, aztán majd eldöntjük közösen. Na, szavazunk, akkor hát nyilvánvaló, hogy négyes helyzetben, ha szavazunk, akkor már könnyebb a szavazás. És hogyha úgy volna, hogy 2-2, még mindig tudunk játszani, és még mindig tudunk játékos döntéseket hozni. És nem sorolom tovább, csak utalok rá, hogy hihetetlen tárháza van a pszichológiának, hogy segítsen nekünk élni, és hogy mi ezeket annyira kellene, hogy tudatosítsuk. Tudatosítás. Ugye a pszichológia, az egészségpszichológia például, éppen most fogok holnap előadást tartani majd erről, egészségpszichológia és a boldogság összefüggése. Az egészségpszichológia például használja ezt a fogalmat, egészségtudatosság. Mit jelent az, hogy egészségtudatos? Hát ugye azt mondja nekem a falusi, egykori falusi szomszédom, tessék már mondani, hogy mi az, hogy egészségtudatosság, annyit hallom, ezt miért nem tetszik elmondani valahogy máshogy ezt nekem. Na akkor elmondom máshogy, hogy mi az, hogy egészségtudatosság, hogy mindent megtanulok, és odafigyelek rá, hogy mit kell nekem annak érdekében tennem, hogy egészségben maradjak. És csak hamar rájövök arra, hogy az egészség nem egy olyan dolog, hogy két lábon jár magától, hanem olyan dolog, amiért nekem is kell tennem valamit. De mi? Mikor érzed jól magad a bőrödben? Hát mikor érzed, hogy egészséges vagy? Mikor jó is a közérzeted? Mikor éppen fásult vagy, meg esetleg rossz kedvű, akkor nem mondod, hogy beteg vagy, csak rossz kedvű, meg fásul. Tehát alapjában egészséges vagy. És oda jutott a tudomány, hogy ki mondta,
hogy nem érdemes csak magáról az egészségről beszélni, hanem arról, hogy jól érzem magam a bőrömben, jó élni, szeretek élni, akarok, tudok és szeretek élni. És ez több, mint egészségtudatosság, ehhez mindent meg kell tanulnom, hogy mi tart lábon, talpon, de hadd érezzem jól magam a bőrömben. Így született meg a boldogságpszichológia, mert mi így hívjuk, hogy boldogságpszichológia, de ez a hétköznapi neve. A tudományos pszichológia jól lét pszichológiáról beszél, kettő ellel. Ki jól lét? Azért mondom, hogy két ellel, mert jól lét. Dőzsölsz? Vagyonod van? Gazdag vagy? Jól van. Egyáltalában nem biztos, hogy boldog vagy. Jól lét az azt jelenti, hogy jól érzem magam a bőrömben, szeretek élni, van helyem a világban, megbecsült embere vagyok a világnak, tudom, hogy szükség van rám, ezek mind oda tartoznak. Ennyit röviden erről. Hogy mindezt érzi az emberek. A boldogság, milyen összetevői vannak? Az a helyzet, hogy az integratív boldogság elmélet, ami, hogyha magyarra fordítjuk, a részletekből, az összetartozó részletekből összeállított nagy egész, hogy egy ember milyen belső töltöttséggel kell rendelkezik ahhoz, hogy önmagát boldognak érezze, és hogy az emberiség is, tehát általános boldogságképlet, mindenkire érvényes. 10%-ot jelent, hogy te milyen gazdag vagy, hogy mit van a javaid, hogy te hol tartasz gazdaságilag a világban, és tudom, hogy azt hiszed, mert ez súgja ez a minket teljesen félrevezető kultúra, hogy na aztán pénzt szerezzél, csak pénzt meg legyen neked, mert aztán te akkor vagy valaki, ha őrzővédő szolgálati védi a javaidat, persze nem fogsz nyugodtan aludni, mert félsz, hogy ellopják a javaidat, és hogy akkor vagy te boldog, mert azt üzeni ez a félrevezető kultúra, hogy csak halmozzál, mint a kis gömböc a mesében, csak mindent habzsoljál, mert ez aztán mohó, és az egyszer kialakuló pénzszerzési mámor olyan, mint a mélytengeri mámor, hogy még többet, és még jobban, és még inkább szerezni. És ez egy nagyon ördögi tulajdonsága az embernek, ami ha egyszer elindul, fékeveszett, és meg kell állítani. Mert hiába van többed, ugyanabba fognak téged a koporsóba rakni, és a hasadot se rakhatod meg, mert egyszer jól laktál, több nem fér bele. De van valami veszedelme annak, hogy most én az árnyoldalát mondom annak, ami hát bizonyított tény, mert nem is érted. Hát miért csak 10% a boldogsághoz hozzájárulása a vagyonodnak? Hát nem lehet érteni. Mikor úgy irigyeljük a gazdagokat, nézz oda, milyen van palotája, van mindene van. Hát azt csinál, amit akar, él, mint Marci Hevesem. De ne felejtsd el, hogy van egy alapvető veszedelem, ezért nem tud bekerülni nagyobb súllyal a boldogságba, mint csak éppen 10%-nyi a hozzájárulás. Mert ha te ilyen gazdag vagy, te nem fogod tudni soha többé, hogy te önmagadért mennyire vagy szerethető. Neked az emberek hízelegnek, neked alád mennek, neked hazudnak, neked másképet mutatnak. Miért? Mert nálad van a money. A money, a money, ugye? Hát gondoljunk a musicalre, ugye, a money? Hát most ezt idéztem éppen, hogy ugye a pénz hatalma megszédítő. Igen. De attól kezdve az őszintességet nagyon jelentősen kikapcsolja az életből. Mindenki nem a XY-hoz, hanem a gazdag emberhez viszonyul onnan kezdve. Ez egy nagyon nagy veszedelem. De most lehet, hogy valaki, aki hallgat minket, azt mondja, savanyú a szőlő, mert nekem van, neked nincs, azért beszélsz így. Ismeri a Ézopuszi mesét, ugye, hogy a róka a szőlővel, hogy oda sompolyog a szőlőhöz, és hogy nem éri el, és akkor akárhogy gebeszkedik, nem éri el, és a szőlő, hát úgyis savanyú a szőlő, nem is akartam én szőlőt enni. Most ugye ezt a pszichológia, ezt a fajta lelki munkamódot, mikor így oldjuk meg az irigységből fakadó feszültségeinket, racionalizációnak nevezi, megmagyarázom a bizonyítványomat, hogy én nem is akartam, hát én nem is akartam, és vágyom rá, én nem akarok gazdag lenni, hogy ne, dehogy is. De hát azért legyünk őszinték, egy bizonyos anyagi jólétre mindenki vágyik. Na most folytassuk az integratív boldogság elméletet. 40%-ban köszönhetjük őseinknek, eleinknek, transzgenerációs átörökítéssel, génekben hoztunk egy olyan alapprogramot,
ami csak arra képesít, ez csodálatos dolog, ez csak arra képesít, hogy mi, mikor kibújtunk világra, milyen fajta temperamentummal fogunk rendelkezni. A temperamentum örökletes. Tehát, hogy egy kis ficánkoló, tüzes, nyugtalan, keveset alvó, nagyon, vagy milyen baba leszek. Hát ezt minden szülő tudja, és egy éves korig ez nem is befolyásolható egy világon semmivel, csak az anyai szeretettel, hogy karba tartom, ölelem, testen hordozom, megnyugtatom. Egy éves korig nincs elkényeztetés. Minden anyukának üzenem, ne hagyj sírni a gyereket. Egy éves korig minden törvény, ma azt mondja a pszichológiában, testen, minél többet, hord magadon, hordozás kultúra, olvassál a hordozó kultúráról. Nagyon fontos, a gyereknek még 9 hónapig benned kellene lenni, és nem tud benned lenni azért, mert embergyerek vagyunk, és megszületünk előbb éretlenül. Még 9 hónap kellene, és ezt pótolni azzal, hogy testen, hogy ringatni, hogy érezze a szíved dobogását, mintha ott volna benned. Nem baj, apuka is, nem baj, ott van a szőrös mellkasa, a gyerek megkapaszkodik, és hogy ez neki az oltalom, a biztonság. Közben a sejtjei tárolják azt az információt a világról, hogy jó a világ, vigyáznak rám, biztonságban vagyok. Na most ugye látja, hogy én akár merre megyek a pszichológiában, elkezd konkrét tanácsokat adni nekünk az életre. Így van. Konkrét tanácsokat. Csináld ezt. Hát tulajdonképpen egy olyan pszichológia kellene, amit ha megadná az Isten, hogy én meg tudjak írni, hogy a pszichológiáról úgy beszélni, mint ahogy most magával beszélek, hogy mindent elmondani, hogy figyelj, hát tudatosítsd már, hogy ott tartunk, nálam sincs a bölcsekköve. Én sem tudok csak annyit, amennyi befér a fejembe, mert én is csak egy ember vagyok, de én azt ezerrel mondom, hogy használjuk a pszichológiát. Tehát 40%-ban a temperamentum nagyon meghatározó, csak hogy olyan érdekes, hogy a temperamentum és a genetikai örökség, ugye úgy van a tudományban, ezt úgy szeretem a tudományban, hogy kételkedő. Azt mondja, ha, tényleg így van. Tényleg 40%-ban, hogy én mennyire leszek boldog, meghatározza, hogy mit hozok magammal. És akkor következőt tették. Mikor felfedezték a depresszió génjét, HTTLP-R5-ös egyébként rövid allél, csak úgy mondom, hogy ez a neve. Jó, ha tudjuk. De nem, nincs kezdeni valónk vele, csak ha neve van, akkor az van. Tehát HTTLP-R5. Megtalálták ezt a rövid allél, ezt a depresszió okozót, akinél ez van, sokkal inkább beborul a depresszió sötétségébe. És akkor ugye azt nézték. Tényleg? Hogy lehetne ezt valahogy megakadályozni? Hogy a gén érvényt szerezzen a hatalmának, utat törjön, és engem lerántson a sötétségbe. Elkezdték tanítani, kiválasztottak olyanokat, akiknél ez a gén van. Elkezdték tanítani 3 hónapon keresztül, betették őket olyan helyzetekbe, de minden egyéni lelki stresszkezelés, öntudat erősítés, önérzet, tehát hogy mennyire vagyok békében magammal, pszichológiai eszközök, helyzetkezelésre, kommunikáció kezelés, stb. És a párjaikat behívták az utolsó hónapba, gyere, most gyakoroljuk le azt, hogy tudunk kulturáltan kommunikálni. Vagyis mit csináltunk? Életre tanítottuk azt, aki depressziós. Hogy kezelje a helyzeteket. És utána egy évig megfigyelés alatt tartották, egyetlen egynél sem, pedig ott volt a HTTLP-R5. Miért? Mert van a genetika, de epigenetika is, és van a környezet, amikor a gén elkezd már, én vagyok, és elkezd uralkodó lenni. Hoppá! De ott van ellenében egy olyan magatartás kultúra, amelyik nem engedi az érvényesülést. Hát a gén egy csipke rózsika, a környezet az, amelyik a felébresztő királyfi. Hát ha a felébresztő királyfi azt mondja, alukáljál, nincs rá szükség, tudok én boldog lenni itt a világban. És nincs ébresztés, elalszik. Hát így kell gondolkodnunk a gének hatalmáról is. Na 40%. Tehát ebből az a tanulság, hogy ne féljünk, mert minden felülírható a környezeti bölcsességgel. 40% pedig az, amiért mi felelünk. Na és akkor most sorolom, hogy mi minden az, amit mi tehetünk azért, hogy boldogok legyünk. Hogy legyen valaki, aki nagyon fontos az életünkben, tudjunk szeretni,
hűségesen szeretve ragaszkodóan szeretni, legyen párkapcsolatunk, ahol az ugye, akit szeretünk, az biztonságban tart, biztonság, hát ott vagyunk Maslownál, ugye, biztonságban tart, legyen olyan fajta kapcsolatrendszerünk, egy referenciacsoportnak nevezi a pszichológia, egy szűk, ám de határozottan nekünk fontos baráti kör, akiknek adunk a véleményére, akikkel nem lehet barátkozni mindenkivel, ha mindenki a barátom, senki se a barátom. Tehát olyan kör, ahol amik jelentősek. Na ez az én kisvilágom. Egyén, pár, család, családot alapítok, gyermekeim lesznek. Ez a rendeltetésem. Ami végre születtem. Egyszer, előbb-utóbb, nekünk van szögezve a kérdés. Mi végre éltél? Hát te meg miért születtél? Mi a dolgod ezen a földön? Csak ide potyantál, na ne mondd már. Tényleg? Csak úgy a vak véletlen ide sodort. Hát valamire csak megszülettél? Na mondjad már, hogy mi egy vak erő? Hát honnan jön az az erő, amelyik ide potyantott? Létezik ilyen erő, mikor már mi filozófiailag elhelyezzük magunkat a világban? Na most két dolgot kell mondanom, világkép és világnézet, a kettő nem azonos. Világkép, hogy szemlélem én a világot? Otthonos hely, jó itt lenni, jó itt benne lenni, s jó tudni, eljöttem látogatónak, aztán majd egyszer tovább vándorolok a mindenségben, de én örökké a mindenség része vagyok. Vajon nem figyelek-e oda arra, hogy amikor a gényeimben tovább adom magam, akkor én örök életet adok tovább magamnak, mert ott vagyok a gényeimben. Megcáfolhatatlan bizonyosság az örök élet, ha már valaki nem is istenhívő, vagy valami ilyesféle vallási nézetrendszerhez tartozik. Ha ő gyereket nem vagy szül, akkor az ő gényei már nem hal, ő nem halok meg egészen, ahogy Horácius mondta, non omnis moriar, nem halok meg egészen. Bennem van az, amit tovább adok valakinek, aki majd visz tovább. Isten tudja, hány generáció múlva megjelenek majd úgy a gényeimben életre kelve, hogy ugye nem haltam meg. Na most nem akarom már ezt tovább ragozni, csak azt mondani, hogy leegyszerűsíthető, mert a Harvard Egyetemen folytatott, most már 75 éve folyó, longitudinális kutatás. Generációkat néznek meg három dolog szempontjából. Mi tart egészségben, ilyen biológiailag, szóval, hogy a szerveim meg egyéb. Mitől vagyok jól a közérzetemben, jól lét, ugye, a boldogság, mitől vagyok boldog, és mi az az emberi tényező, ami segít, hogy a 80 évet túléljem, vagyis nagy, magaskorú legyek. Nem mondom öreg, magaskorú legyek. A három tényező vizsgálatakor újra és újra ez a három dolog derül ki, ami korrelál, vagyis együtt jár, ha a te életedben van, fontos vagy valakinek, te magad személyében, van párkapcsolatod, van családod, van egy szűk baráti köröd. Egész világ nem a mi birtokunk, amennyit a szív felfoghat magába sajátunknak, csak annyit mondhatunk, igaz, a költővel, Fürös Martival fogalmazhatjuk együtt. Ez maga az, ami a boldogságkör, és úgy tűnik, hogy jöhetnek háborúk, veszedelmek, világégések, pandémiák, de ha ez megvan, és erre vigyázunk, akkor mi élünk és túlélünk, mi több. Minden külső veszedelem ellenére még jól is tudjuk magunkat érezni a bőrünkben. Erőket köszönöm. Én is. Nagyon szerteágazó volt. Nagyon remélem, hogy felvette a telefonja az egészet, ebben nagyon bizakodom, és hogy jó lesz a hangminőség. Ne körülök.